A mai sajtótájékoztató témája az egyre inkább unortodoxá váló szociálpolitika. Ugye ezt a kifejezést mindenki csak a gazdaságpolitikára használtuk, de nem véletlen, hogy egy normális piacgazdasági és parlamentáris demokráciában a gazdaságpolitikának, a szociálpolitikának, a jogpolitikának, közigazgatásnak van némi összefüggése egymással. Egy unortodox gazdaságpolitika sajnálatos módon és felháborító módon természetesen szétdúlja, tönkreteszi, lerombolja más társadalmi alrendszerekre kialakított és alkalmazott politikákat is. A szociálpolitika legújabb gyöngyszeme az önkormányzati segélyezés átalakítása. Az úgy szép csendben kerül elő, noha lesz itt szerintem még nagyobb durranás is, mert a költségvetésnél már felfedezhettük azt a szándékot, hogy 2013-tól a szociális segélyezés még elnevezésében is újra formázni kívánja a kormány, és be akarja vezetni az állami szinten megítélt úgynevezett létalap fogalmát, ehhez kapcsolódó kiegészítő, de szintén állami szintű támogatások és az önkormányzati hatáskörben elképzelt úgynevezett krízis támogatásoknak a rendszerét. Tehát egy ilyen három pilléres rendszert fog a kormány bevezetni, amiből érdekes módon az összegszerűségében legkisebb jelentőségű önkormányzati krízis támogatási rendszer az első, amely nyilvánosságra került. Ebben a elképzelésben azt gondolom, hogy tökéletesen visszaköszön az, ami a kormány szociálpolitikáját mindeddig jellemezte. Az egyik az, hogy aki bármilyen okból inaktív, azaz nem képes hozzájárulni a társadalom jövedelméhez, inkább a társadalom támogatására szorul, az teher. A második fontos eleme ennek a szociális társadalompolitikának, hogy aki munkaképes, de bármilyen okból nem dolgozik, az bizonyosan csaló, munkakerülő sincs is. És a harmadik eleme ennek a szociálpolitikai látásmódnak, hogy hát bizony a szociális jövedelmekből élők azok rendkívül kényelmesen és jól megélnek belőle, azaz az ellátások összege túl magas, folyósítások időtartama pedig túl hosszú, úgyhogy úgy kell az átalakításokat megcsinálni, hogy egyrészt minél kevesebben legyenek jogosultak a társadalom támogatására, minél kevesebb legyen a társadalom támogatása összegszerűen, és a harmadik, hogy a megkapott szociális támogatás fölötti szabad rendelkezést is lehetőleg korlátozzuk, azaz majd az állam vagy a főokosok beosztják az érintett helyet azt a keveset, amit mindehez ez az átalakítás még egy újabb gyöngyszemet tett hozzá, mert hogy az önkormányzati szociális támogatási rendszert úgy alakítaná, hogy általánossá tenné a kölcsön formájában történő támogatást. Tudni kell, hogy eddig is léteztek elsősorban a jobb helyzetben lévő önkormányzatok esetében a visszanemtérítendő átmeneti segély, gyermeknevelési támogatás és temetési segély mellett úgynevezett szociális kölcsön alapok, ahova az érintettek, ha váratlan kiadásuk keletkezett, akkor fordulhattak és kamatmentes kölcsön formájában kaphattak az önkormányzattól támogatást. Az az egyszerű mondat, ami most a segélyezés átalakításához úgy egyszerűen minden típusú segélyhez odaírja, hogy kölcsönformájához májában is nyújtható, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy viszi tovább az eddigi rendszert, hogy van ilyen is, meg olyan is, hanem gyakorlatilag az érintett önkormányzattól teszi függővé, hogy hogyan gondolkodik, általában a segélyekről, de az is elképzelhető, hogy olyan szabályozás van létre, hogy személyenként fogják meghatározni, hogy kinek adják támogatás formájában és kinek kölcsön formájában. Van még ebben az anyagban, ami a kormány honlapon szerepel,
fontos szabályozási elem a természetbeni támogatású forma kiterjesztési lehetőségének a megteremtése. A rendszeres szociális segély egy része eddig is adható volt meghatározott feltételek esetén természetbeni támogatás formájában, illetve ennek egy hányada. Most már nincs hányad, hanem általában akár 100%-ban is ez az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakhatási támogatás az adható természetbeni támogatás formájában is. Azaz, tovább viszi a kormány azt a szociálpolitikai gondolkodást, amelyben társadalomnak azt a bőven millió fölötti részét, milliós létszámú részét, amely ilyen-olyan okokból szociális támogatásra szorul, kiskorúsítja, és helyette eldönti, hogy hogyan is kell neki élni, mire kell neki költeni. A demokratikus koalíció ezt a fajta gondolkodást elképesztőnek, felháborítónak tartja és visszautasítja, ami a szociális területen történik. Teljesen szakmaiatlan mindaz, ami az utóbbi időben a kormány intézményeiben, a minisztériumban, illetve a törvényekben megfogalmazódott, hiszen összekeveri a támogatások korábban világosan kialakult céljait és az azokhoz kialakított rendszereket. Ezt a szociálpolitikai szakma 20 éves munkával izzadta ki, és ennek az a logikája, hogy minden embernek és minden családnak vannak olyan pénzügyi szükségletei, amelyek felülről mások által nem láthatóak, ugyanakkor kötelező teljesíteni őket. Ezeket szolgálja az általános, bizonyos feltételek mellett, de pénzben nyújtott szociális támogatás, és vannak célzott támogatások, amelyek lehetnek pénzbeliek is, lehetnek természetbeliek is, ezeket ismerte eddig is ez a rendszer. Azzal, hogy összekeveri ezeket a dolgokat, és gyakorlatilag az eddig a mindennapi szükségletekre folyósított pénzbeli támogatások esetén is Erzsébet utalvány és különböző kártyák formájában beavatkozik a kormányzat, és előre elkölti az érintett helyet a jövedelmét, vagy megmondja, hogy mi az a 3-4 dolog, amire neki költeni kell, és az összes többi szükségletét egyszerűen nem veszi figyelembe, nem ismeri el emberi szükségletnek, ez egyszerűen szakmailag semmilyen módon nem indokolható. Nagyon súlyos irány a szociális területen, hogy olyan módszereket alkalmaznak, amelyeken keresztül az érintettek megzsarolhatók és megfélemlítettük. Tulajdonképpen az alaptörvényben rögzített jogai gyakorlása közben, ami azt jelenti, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy fedél legyen a feje fölött, hogy legalább a megélhetése biztosított legyen, tehát az alaptörvényben biztosított jogok gyakorlása is függelmi viszonyok keretében fog történni. Történik és egyre inkább fog megtörténni. A harmadik dolog, ami miatt felháborítónak és visszautasítandónak tartjuk ezeket a kezdeményezéseket, hogy a költségvetési egyensúly érdekében továbbra is a szociális szférából vesz a kormányzat, máshova megbőkezően a 200 millió forint többlet személyutatás a miniszterelnöki hivatalnak, a fél szuperbukó kivezetésével 2013-tól újabb 10 és 100 ezerek a nagyon jól keresőknek, és eközben az éhbérek és a megélhetésre messze, a minimális megélhetés messze nem fedező szociális támogatásoknak a megkurtítása. Annak ellenére, hogy a sajtóban naponta hallatszik magyar emberek jajkiáltása a kialakult helyzet miatt, látható, hogy a kormányzat egyetlen egy dolgon működik, a szociális rendszerek korábban felvázolt irányba történő átalakítása a fő cél, szociális katasztrófa helyzetek kezelésére nem készül és nem kíván ezekkel az ügyekkel foglalkozni, hiszen Lázár János is megmondta, minden ember annyit ér, amennyire van, aki
akinek semmilyen nincs, senki, és az nem érdemel semmit. Köszönöm szépen az érdeklődést, viszontlátásra, szép napot!